Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit november 9-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy beszélgetéssel kezdünk. Vendégem Váci Márk, művészettörténész, néprajzkutató lesz, aki a Vörös Marti Társaság alelnöke mostanság már. Ezt követően egy jazzkoncertre látogatunk el, majd a Pisztácia és Mogyoró című színházi előadásról készült beszámolónkat láthatják. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok, ahogy ígértem, Váci Márk a vendégem, mégpedig most nem a topográfus szólítjuk meg, sokkal inkább azt a fiatalt, aki átvette egy rendkívül fontos örökséget a Vörös Marti Társaság alelnökeként. Bakonyi István lemondott, azt tudjuk, a József Attila Díjas irodalomtörténész egyéb munkái mellett nem tudja ellátni a Vörös Marti Társaság alelnöki tisztségét, ezért aztán most körülbelül egy hónapja, három hete volt a választás, és rád esett, és egy rendkívül fontos feladatot lát el ettől a pillanattól kezdve. Annál is inkább fontos ez számunkra, hiszen a Vörös Marti Társaság a Fehérvár irodalmi életében mindenképpen meghatározó. A várral, a múltjával, a jelenével, és nem különben a jövőjével. Ugye Bobori Zoltán irányítása alatt, illetve P. Maklár Éva alelnök irányítása alatt Tukácsi Józseffel karöltve nagyon sokat tesznek azért, hogy Székesfehérvár kulturális élete, irodalmi élete, az a kitekintés, ami jellemzi egyébként a határon túli magyar irodalmat is, az megjelenhessék a várban, megjelenhessék személyesen. Ez egy nagyon komoly döntés valakinek, aki topográfusként és történészként, néprajzkutatóként is folyamatosan dolgozik. Igen, tényleg nagyon komoly döntés, és nagyon meghatározó. Tehát nyilván azért gondolkodni is kellett rajta, és hát nem az első kérdés volt ez, hanem amikor már a tisztújítás aktuális volt, akkor nyilván Zoli feltette újra a kérdést, illetve Éva is kapacitált már korábban Zolival karöltve, és én azt mondom, hogy hát természetesen, ha ti úgy gondoljátok, hogy tényleg rám van szükség, főleg a fiatalitás miatt, és mondjuk az új szemléletmód miatt, akkor természetesen, nagyon szívesen. Beleértve itt ugye a most már hál' Istennek azért eléggé jól kialakult sajtókapcsolatokat is, többek között civil szervezetekkel való kapcsolatokat, tehát tulajdonképpen ezért esett rám a választás, hogy társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök legyek, amelyben a feladatkör az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a külvilággal valamilyen szinten azért tartsuk folyamatosan a kapcsolatot, hirdessük a rendezvényeinket, és hát lehetőleg a legkorszerűbb formában tegyük mindezt. Tehát széles körű a szerepvállalásod nyilvánvaló a Fehérvár kulturális életében, ez azonban más. Milyen tervekkel, milyen gondolatokkal érkezel? Hiszen azt tudjuk, hogy a költészet és a novella, regényirodalom fantasztikus személyiségei Vörös Marti Társaság tagjai, és ráadásul kívülállók is nagyon sokan vannak. Melyek azok a tervek, amelyeket szeretnél megvalósítani? Hiszen azt tudjuk, hogy a vár is megújult, és a várban nagyon fontos szerephez jutsz. Igen, a kritikai rovatnak lettem a szerkesztője, szintén Bakonyi Pista után. Hát ez sem egy kis feladat, de nagyon nemes feladat, én azt gondolom, ezt így végezni, és azért a szerkesztőtársak is nagyon jól dolgoznak ebben a folyamatban. Itt igazából nem az én szemléletmódom a lényeges, hanem egyáltalán ugye ezeknek a kritikai jellegű cikkeknek az átolvasása, nekem vesszőparipám amúgy is a nyelvtan meg a helyesírás, tehát ilyen szempontból én meglehetősen szőrszálhasogató vagyok. Néha azért apróbb dolgokat hagyok a szövegekben, tehát ne legyen azért az teljesen patika tiszta, én azt gondolom, hiszen mondjuk egy szerzőnek azért a nyelvtani sajátosságai például nagyon fontosak. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg ezeket a rendezvényeinket, programjainkat folyamatosan hirdetni kell. Lehetőleg időben, tehát ez is nagyon fontos, hogy időben értesüljön róla a lakosság, az a közönség, aki rendszeresen látogatja ezeket a programokat, vagy akár egy-egy téma felkelti az érdeklődését, ez megjelenjen ideje korán, akár a sajtóban, megjelenjen azon a közösségi oldalon, ami ugye nemrég elindult a Vörös Marti Társaság égisze alatt, illetve
közzé tegyük azokat a beszámolókat, cikkeket, interjúkat, amelyek ugye ezekhez a programokhoz, egyetlen tagjainkhoz kapcsolódnak. Nagyon fontos kérdés, hiszen olyan tagokkal bővült az elmúlt időszakban, akik már fiatalok is, hiszen azért tudjuk, hogy nagyszerű költők, remek írók vannak, ne soroljuk fel, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ki mindenkiről beszélünk, de azért nyilvánvaló, hogy szintet kell lépni abban az értelemben, hogy amikor egy ilyen koronavírus járvány után vagyunk, akkor óhatatlanul is megnő az érdeklődés egyik oldalról, hiszen tudjuk, hogy online formában elértek a különböző publikációk az emberekhez, de az korán sem mindegy. A fontos itt a közösség, és azért valljuk meg, a Vörösmarty Társaság meghatározó Székesfehérvár kulturális életében. Vannak-e olyan az imént felsoroltakon túl, amelyeket mindenképpen meg kell tartani? Én azt gondolom, most inkább egy újdonságot említenék. Ugye egy ideje foglalkozom már könyvajánlóknak az írásával. Március elején indítottam egy blogot pont ezzel kapcsolatban, bár elsősorban történelmi regények és történelmi tárgyú munkák képezik a bejegyzéseknek a tárgyát, de például a költészet is ugyanúgy szerepet játszik benne. A Pilinszky évforduló kapcsán, ugye Pilinszkynek az életműve egyértelműen a vele kapcsolatban megjelent kiadványok, főleg az újabbak, a fehérvári vonatkozású kiadványok. Pilinszkyről mindenképpen szeretnék hangsúlyosabban foglalkozni, de más fehérvári szerzőkkel, költőkkel, írókkal, akik ma már nincsenek köztünk, Sobor Antallal, Bokros Jánossal, Bódás Jánossal, Csórival, Csanádival is természetesen, és még sorolhatnám egyébként hosszan, és nyilván a ma köztünk élőkkel is. Ugye Balajti Ferit köszöntöttük például 75. születésnapja alkalmából. Én az Egyenes tükör című kötetéről írtam egy rövid kis ajánlót, és ez fel is került a társaságnak a közösségi oldalára. Pontosan azért, hogy kicsit ezt a megújulást is ugye tükrözzük ezáltal. Talán nem titok, hogy Bobori Zolinak a 75. születésnapjára is készülni fog egy hasonló ajánló, az Arccal az égnek című kötetről, és hát természetesen azért vannak olyan értékes személyiségek a társaságban, akár Lukács Jóska, akár Bakonyi Pista, Maklári Éva, és még számos, akár novellaszerző. Tehát akár novellaírókat említhetnék, akár költőket, akiknek az életműve, munkássága mindenképpen fontos. Tehát szeretném ezeket is valamilyen formában, akár ajánlókon keresztül bemutatni. És természetesen ugye a Királykúti Esték rendezvénysorozat az továbbra is megmarad. Bakonyi Pista minden második csütörtökön szeretettel várja a közönséget. Ezeket a programokat most már azért ugye hirdetjük ezen a közösségi oldalon keresztül is, illetve egyéb fehérvári témájú csoportokban. Ugyanígy az Öreghegyi Disputa rendezvénysorozat is természetesen marad, amelyet ugye Bobori Zoli házigazdaként vezet. Ezeket is hirdetjük. Ugye itt volt a Határon túli Magyar Irodalom napjai, illetve egy közeledő rendezvény, a Pilinszky emlékest, ami ugye a 100. születési évfordulóhoz kapcsolódik, ez majd november 10-én, szerdai napon kerül megrendezésre, tehát ezt is fogjuk ugye hamarosan természetesen népszerűsíteni. Egy fontos kérdés, miként lehet közelebb hozni a fiatal korosztályt a Vörösmarty Társasághoz, általában az irodalomhoz? Van-e erre terv? Ez még nekem is egy nagy dilemma egyébként, tehát ez az, amin nekem is nagyon sokat kell dolgoznom, gondolkodnom, hiszen az a közösségi felület, ahol most egyébként a Vörösmarty Társaság némi kihagyás után ismét megjelent, hiszen korábban is volt egy ilyen közösségi oldalunk, az a mai fiatal korosztály számára már nem annyira használt és nem annyira látogatott. Tehát nyilván az egyéb kommunikációs csatornákat is fel kell fedezni, ad abszurdum akár kisfilmeken keresztül, figyelemfelhívó rendezvényeken, programokon, felhívásokon keresztül, hogy bekapcsolódjanak ebbe az irodalmi és művészeti, közéleti tevékenységbe, hiszen a Vár is ugye elsősorban irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat, tehát ez is nagyon fontos, hogy ugye nem csak egy elszigetelt jelenség gyakorlatilag, hanem azért elég sok mindennel foglalkozik, hogy ebbe pontosan hogyan lehet bevonzani a fiatalokat, ez számomra is még egy nagy kérdés, hiszen ha azt veszem, hogy én most már lassan 33 évesen
bár még fiatalnak számítok, de azért nálam jóval fiatalabbak is már ugye aktívan mozgolódnak, hát ezt kell majd igazából megtalálni. Nos, hát én ehhez kívánok erőt, egészséget, lesz dolgotok bőven, ezt én azt gondolom, de nyitott vagyok abban az értelemben, hogy hiszek abban, hogy a fiatalok számára is nyitott lesz a kapu ott a Kossuth utcában, ha végre majd újra megépül, vagy újra látogatható lesz. Márk, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát jó munkát még egyszer. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vendége volt a világhírű szaxofon művész Mats Gustafsson. A Jazzikon a szimfonikusok kortárs zenei jövőjét bemutató koncertsorozat részeként érkezett Székesfehérvárra. Mats Gustafsson, a kortárs európai jazz egyik legnépszerűbb személyisége látogatott el Székesfehérvárra az Alba Regia Szimfonikus Zenekar meghívására. Az est házigazdája Kis György régi ismerőse a korszakos szaxofonosnak, hiszen 2018-ban is ő invitálta meg a művészt városunkba. Ez egy szólókoncert lesz, de ő azért játszik szólókoncertet már évek óta. Én láttam őt szólóba játszani több helyen is, legalább háromszor. De ez a mostani koncert azért is különleges, mert a pandémia alatt a lezártságban ugye mindenki közönség nélküli koncerteket csinált, és ővele csináltak egy koncertfilmet Ljubljanában, májusban. Egy szóló koncert filmet, amit több kamerával állati profin fölvettek egyébként. És ezt annak idején online adták, és én ezt megnéztem májusban. És hát ez egy fantasztikus szerintem, állati jó a zene is, de maga a film is, amit róla csináltak. És miután én ismerem őt már régebb óta, és egyébként játszott ő egyszer már Fehérváron 2018-ban, csak a zenekarával, nem szólóban. És akkor eldöntöttem abba a pillanatban, hogy ez kell nekünk valahogy ugyanezt is csinálja meg itt is, és tulajdonképpen ez ennek valami folyamánya, egy nagyon hasonló koncertet fog csinálni, ami nyilván improvizáció, tehát nem ugyanaz lesz, hanem egy egyedi koncert, de mindesetre ahhoz hasonló, amit Ljubljanában előadott. A kortárs zenei műhely új koncertsorozata szervesen kapcsolódik ahhoz a célhoz, hogy a kortárs klasszikus zene fajsúlyosan jelenjen meg a város zenei palettáján. Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetője pedig bizonyos abban, hogy a közeljövőben bemutatásra kerülő a Csend körei című előadás is jól szolgálja ezt a célt. Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondta Mats Gustafsson. Mi is beszélgettünk most az előbb, leültünk vacsorázni, és amióta megérkezett Nickelsdorfból a szaxofonművész, azóta együtt töltöttük ezt a délutánt, és kiderült, hogy ez egy, hát valószínűleg ez van most a levegőben, tehát hogy ez nem egy ennyire koncepciózus dolog, ezek a témák vannak most valahogy a levegőben, tehát a közösségek, a helyi közösségek, maga a fenntarthatóság, a környezet, a természet kapcsolata a zenével, valószínűleg ez meg fog jelenni a mai koncertnek a gondolatában és üzenetében is, de a következő kortárzenei koncertünk is, ami az első olyan koncert lesz, ahol az Alba Regia szimfonikus zenekar is közreműködik konkrétan kortárzenei darabok eljátszásával, tehát ez lesz a következő koncertünk is, ekköré a témaköré fog épülni, ez a Csend körei című koncert lesz majd október 28-án, teljesen más zenei stílusban, tehát egyáltalán ettől nagyon-nagyon más irányban lévő zenei stílusban, de nagyon hasonló gondolatisággal és szellemiséggel. Rendhagyó műfajában egyedi koncerten a szaxofonos ikon ezúttal egy olyan stílusparádéval köszönt be, ami szokatlanságával, hangzásával erősítette meg a célt, a zenei globalitás mindenek felettiségét.
I was delighted, of course. Nagyon megörültem a szimfonikus zenekar megkeresésének, hiszen már régóta Nikkelsdorfban élek, ami csak egy ugrás a határhoz. Mindig is úgy gondoltam, hogy lokálisan kell cselekedni és globálisan kell gondolkodni. A globális gondolkodásom abban nyilvánul meg, hogy szabad zeneszerzőnek vallhatom magam, egy olyan zenésznek, aki Ausztriába költözött, és így lehetőségem nyílt arra, hogy Magyarországon és Szlovákiában is dolgozzak a zenésztársakkal. Fantasztikus zenészeket ismerek szerte a világban, ez így van a magyarokkal is. És azt tartom, hogy ezt a zenét mindenütt meg kell mutatni, hiszen ez a tapasztaláson alapuló. Everything I believe in and everything I ever did. Mindig bennem van, hogy a globális gondolkodás mentén írjak zenét. Ma itt ez úgy jelenik meg, hogy 6 szaxofon elhasznált nádjain keresztül mutatom meg, hogy mennyi tapasztalást hoztam ide Székesfehérvárra. 22 éve gyűjtöm az elhasznált szaxofonnádakat. Először nem értettem, hogy miért csinálom, aztán amikor elkezdtem a szóló koncepciót kidolgozni, akkor jött az isteni sugallat, hogy ennek így kell kinéznie, és ennek számomra nagyon nagy jelentősége van, és plusz információt hordoz. A szabad, improvizatív, a kortárs klasszikus free jazz, prog rock, tehát új utakat keresve megérkezett Fehérvárra is, egy csoda estel bizonyítva, hogy a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan elv a jazzben is érvényesülhet. Werner Schwab a kivételes tehetségű osztrák drámaíró darabját mutatta be a Vörösmarty Színház, a Pisztáciat és Mogyoró című dráma Zsótér Sándor rendezésében került a közönség elé. Megzavartad a délutáni alvásom. És a félbeszakított délutáni alvásom miatt egy álmatlan éjjel előttem, mikor is az érted érzett aggodalom szívemet és egész keringési rendszeremet folytogatja majd. A Vörösmarty Színházban Zsótér Sándor rendezésében bemutatták az osztrák dráma Fenne gyerekeként számon tartott Werner Schwab 1991-ben született Pisztácia és Mogyoró című művét, amelyet magyar színházak eddig keveset játszottak. A tömör megfogalmazásokkal, humorral látszó dráma egyik főszerepében Varga Máriát köszönhetjük. És legalább az én jelenlétemben felejts el, hogy maga több lehet egy beszélő állatnál, amely sajnálatos módon szaporodik. Tehát ez mégse kell nekem! Jelje a kifolyóját, Kovács! Ennek nagyon-nagyon a mélységére kell jutni, ennek a hihetetlen tömör megfogalmazásoknak. Ebben csodálatos munkafolyamatunk volt Zsótér Sándorral, a rendező úrral, akivel tulajdonképpen a pandémia alatt, amikor ugye nem tudtunk próbálni, hetenként találkoztunk így a számítógépen keresztül, és elemeztük a darabot, és ennek egy csodálatos élménye volt. Tulajdonképpen az egész olyan, mint egy operamű. Hihetetlen tömörséggel, mélységgel, humorral, iróniával, abszurditással telítve. És ebben a kollégáimmal remek hangot tudunk, úgy hiszem, megütni a rendező úr által, aki ezt hihetetlenül vezényelte le velünk. Az új színpadi nyelv egyik európai ikonjának darabja egy bérházban játszódik, ahol a vallásos közeg találkozik a jómóddal, a diplomás magasságok a kispolgári attitűddel, mélységekkel és magasságokkal együtt. Én nem is elek nagy hasat a testemen. És a hajam sem húzódott még hátra. És nekem vannak a legcsinosabb nőstények az egész világon. Így aztán belátható időn belül hamarosan 2 kiadós lakodalomnak kell elkövetkeznie. Közel egy apaiságomhoz, és engedd leányemberi testedet megtekintenem. Nagyon kemény próbafolyamaton vagyunk túl, ugye 2 részben történt. Júliusban próbáltuk a nagy részét, és most októberben pedig igazából a főpróba hét, ami következett, hát nagyon-nagyon mély lélektan, illetve szellemi munka,
ami azt gondolom, hogy színészek számára mindig ajándék, hogyha ha olyan anyaggal foglalkozhat, ami minden hogyan megmozgatja. És biztos vagyok abban, hogy azok a nézők, akik eljönnek erre az előadásra, nagyon-nagyon sok mindent fognak kapni szellemileg és lelkileg is. Az abszurditás és a valóság találkozik, az valami fenséges. Abszolút fenséges, és hogy mennyire abszurd és mennyire valós, illetve hogy kinek lesz abszurd és kinek valós, pont ez benne a fantasztikus, hogy ki mit fog ebből leszűrni, és melyek azok az elemek, amelyeket hazavisz majd. Az biztos, hogy a mindennapi életünkről szól, és hogy abban is biztos vagyok, hogy mindenki úgy fog elmenni erről az előadásról, hogy gondolkozni fog az életéről. A család és szomszédi együttélés hétköznapi surlódásait Schwab már-már apokaliptikussá fokozza azzal, hogy mindenki kimondja, amit gondol, ami konfliktusokat szül, ahol az abszurditás és a valóság találkozik. Az öreg asszony azonban valóban egészen valóságosan egy gonosz boszorkány. A múlt héten a lépcsőházban egy répát dugott a retikülönbe, és azt mondta. Utálom a répát, de neked olyan mindegy, kedvesem. Rád nem érdemes mérgezett almát pazarolni. Egy ilyen korpulens gyerek, amilyen te vagy. Korpulens, ezt mondta. Nagyon bravúros a szöveg. Van egyfajta trágárság, ahogy ők beszélnek, ezek az emberek, akikről ez szól egymással, de olyan nyelvi leleménnyel vannak ezek a szófüzérek megalkotva, hogy tulajdonképpen egyfajta költészet is egyben. Tehát nagyon, nagyon érdekes anyag, nagyon, nagyon nehéz szövegszínészként, tehát mindnyájan megküzdöttünk vele. Zsótér Sándor egészen egyedi figurája, azt hiszem, hogy a mai magyar művészeti életnek, és ő, ahogy ehhez hozzányúlt, és amennyit tudott róla, és amennyire felkészült volt, így megfogta a kezünket, és így végigvezetett ezen az úton. Zsótér Sándor rendezése ismét megmutatja a köznapi lét hiteles ábrázolásával, hogy az a szemlélődő álomvilág, amit hajlamosak vagyunk valóságként elfogadni, bizony nem több, mint önmagunk becsapása, amelynek ára van. És most legjobban teszed, ha bemész a konyhasarokba, és beletörölgeted az edényt a kredenc belsőjébe. És azután még a teli szemetes vödör is elvárja a figyelmedet, mert le kellene kísérni őt az udvarra. Végezetül pedig, kedves nézőink, egy visszatekintésre invitálom önöket. A zene világnapján a Zentai úti általános iskola is dalokkal készült az ünnepre.
Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!